Nyíregyházi Televízió híradója 2024. január 25-én este 7 órától. Kezdünk! Ütemezetten zajlanak a Nyíregyházi Déli Ipari Park tervezési és kivitelezési folyamatai. Digitális szűrőprogram, kiemelt cél a prevenció. Mozdulj Nyíregyháza, több mint 28 féle mozgásforma a város 24 pontján. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Mint köztudott, Nyíregyházán egy jelentős gazdaságfejlesztési program zajlik a városvezetői stratégia alapján. A közgyűlés által egyhangulag elfogadott a beruházásokat ösztönző alapelvek mentén. A világcégeket befogadó ipari park infrastruktúrájának tervezését részletezték azon a sajtótájékoztatón, amelyet szerda délután tartottak a Városháza Bencs termében. Az eseményen részt vettek dr. Kovács Ferenc polgármester és Podlovics Roland alpolgármester mellett a tervező Főmterv ZRT és az A-Studio 90 Kft. Konzorcium, valamint a Nyírségvíz ZRT képviselői. Az ipari park fejlesztés első ütemének befejezése 2025 első negyedévében várható. A gazdaságfejlesztési program látványos fejezete a Nyíregyházi Déli Ipari Park infrastruktúrájának kiépítése, amely a szerdai sajtótájékoztató témáját szolgáltatta, és amelynek első üteme 2025 első negyedévében fejeződik be. A lakosságot talán leginkább érintő ivóvíz felhasználás témájáról Galambos Sándor, a Nyírségvíz ZRT műszaki vezérigazgató helyettese beszélt, aki elmondta, 2013-ban jelentős szennyvízelvezetési és tisztítási projektet valósított meg a társaság, amelynek eredményeként nem csak a víz és csatorna hálózat újult meg, hanem új területeket, utcákat vontak be a szolgáltatásba, illetve a komposztáló telep mellett megépült a kettes számú szennyvíztisztító telep is. Ezek az előre gondolt komplex fejlesztések eredményezték azt, hogy az ipari park fejlesztés első ütemének indításánál nem kellett többletfejlesztéseket végrehajtani, hisz rendelkezésre álltak a kapacitások. A következő ütemben pedig épül egy felszíni víztisztító mű, mely a felszín alatti vízbázisokat fogja mentesíteni a terheléstől. A felszíni víztisztító műben megtisztított víz teljes egészében az ipari park vízellátását fogja szolgálni, ezzel biztosítva azt, hogy a felszín alatti vízbázisok valóban az egészséges ivóvíz előállítását szolgálják, így a lakosság szempontjából a vízbázisok nem fognak sérülni. Ki kell emelnem, hogy azzal, hogy a várossal nagyon jó a partneri kapcsolatunk, és a tervezés kezdetétől bevontak minket a tervezésbe, ez eredményezte azt, hogy azok az elvárások, azok a műszaki paraméterek, amelyek szükségesek az üzemeltetés szempontjából, beépüljenek a tervezés folyamatában. Magyarország legnagyobb tervező cége a Főmterv ZRT vezetése képviseletében Keszthelyi Tibor elnök vezérigazgató hangsúlyozta, a saját gyakorlatukban is elképesztő nagy tempójú tervezés volt a nyíregyházi, amely sok koncentrációt igényelt. Kiemelte, minden segítséget megkaptak a várostól, különösen az engedélyezés során. Ráadásul az önkormányzat felkészült volt, és az átgondoltság jegyében jóval a tervezés megkezdése előtt elindították az alapállapot felmérést, ami időigényes, így alapfeltétele a folyamatnak. Mint fogalmazott, ez egy nagy segítség, hiszen egészen máshogy lehet érvelni arról, milyen környezeti állapotok vannak. Az elnök vezérigazgató hozzátette, Nyíregyháza határozott igényét fejezte ki a legkomplexebb környezetvédelmi monitoring rendszer kiépítésére. Ez azt jelenti, hogy a talajvíz, szennyvíz kibocsátás, valamint a levegő és csapadékvíz komplex felügyeleti rendszere valósul meg. Ez a komplexitás általában nincs meg más ipari parkoknál, úgyhogy ez is egyfajta olyan odafigyelés és gondosság, ami nem jellemző máshol. Itteni ötlet szintén, hogy a tisztított szennyvíz ipari szürkevízként hasznosítható, tehát a vízigényét az üzemeknek részben a helyi szennyvíz tisztításából biztosítsuk, és egyébként a legkeményebb tárgyalópartner Nyíregyháza a határérték tárgyalások során, tehát a befektetőkkel nagyon komoly üzleti és nagyon kemény tárgyalásokat folytatnak, a hipában mindenhol példaként emlegetik.
Az elnök vezérigazgató hozzátette, azt mondják, ha megnézik, hogy mit lehet elérni a befektetőkkel, akkor kérdezzék Nyíregyházát, hiszen itt nem az van, hogy ide jön valaki és teljesítsük a kívánságaikat, hanem kőkemény feltételek mentén lehet mind a létesítést, mind az üzemeltetést biztosítani. Az ipari park fejlesztés soha nem látott mértékű 192 milliárd forint összegű kormányzati támogatás segítségével valósul meg azon állami szándék alapján, amely szerint ennek a régiónak a fejlesztése, az iparfejlesztése kulcskérdés. A fejlesztéshez kapcsolódva az elmúlt másfél évben már több jelentős beruházás konkrét szándékai is elhangzottak, amelyek összességében ezres nagyságrendben teremtenek új munkahelyeket a következő években. Dr. Potlovics Roland gazdaságfejlesztésért felelős és alpolgármester elmondta, a jelenlegi önkormányzati ciklus elsődleges célja a gazdaság egyben városfejlesztési program megvalósítása, amely Nyíregyháza további fejlődéséhez elengedhetetlen, és amelyben kiemelt szerephez jut a fenntarthatóság és a környezetvédelem a hazánkban is jelentősnek méretűnek számító 640 hektáros területen. Ez a 640 hektár, amit látható most, már be vannak jelölve, hogy itt már bizony vannak beszállítók, hiszen jelen időben már ezt láthatjuk, de ennek a területnek az előkészítése, vizsgálata volt, és a fő paramétereket együttműködve a kormányzat különböző szerveivel, értek ez a minisztériumtól kezdve, a HIPA, az OKF, az OVF, tehát minden olyan szereplővel, aki ezekben a munkálatokban releváns szakmai tapasztalattal, illetőleg hatáskörrel bír, meghatároztuk a kormányzattal közösen egy tervezési programot. Dr. Kovács Ferenc polgármester összefoglalva kiemelte, a FÜM Terv ZRT és az A-Stúdió 90 Kft. Konzorcium a feszes határidőket vállalva teljesítette és tavaly júliusban leszállította az első ütem terveit, engedélyeket, gyakorlatilag mindent, ami ahhoz kellett, hogy a kivitelezési közbeszerzést elindítsák. A Fümterv ZRT országosan is a legjobban jegyzett cégek között van, ráadásul van helyi konzorciumi partnere, egy nyíregyházi tervezőiroda. A polgármester hangsúlyozta, az ipari terület fejlesztése kapcsán azon szándékokat is sikerült érvényesíteni, hogy a fejlesztés egyidejűleg a lakossági szolgáltatások javulását is eredményezze. Például, hogy egy konkrétumot mondjak, ez megfogott a Nagykállói út, amúgy Butykától vagy Nagykállóra, azt már az önkormányzat átvette tulajdonba, a régi négyest az folyamatban van, mert így tudjuk majd ezeket az utakat olyan szinten felújítani. Butykán építünk két zebrát, tehát elkerülőket építünk, ez elmegy a Kállói útig, és Nagyszállásnál lesz egy körforgalom, tehát a közlekedés biztonsága is sokat fog javulni, Nyírest is elkerüli majd ez az út. Tehát ez egy tényleg egy szélesebb kitekintésű, komplex fejlesztés, és nyilván ilyen tervezői munkát is igénye. A polgármester hozzátette, a helyi víz- és csatornahálózat fejlesztése mellett az ipari park kiépítésével párhuzamosan több olyan fejlesztés is megvalósul Nyíregyházán, amely a lakosság érdekeit szolgálja. Kerékpárút és zebraépítés, térfigyelő kamerarendszer kiépítés, áramszolgáltatás, úthálózat bővítés, ezek mind annak a komplex fejlesztésnek a részei, amely egyaránt szolgál gazdaságfejlesztési és lakossági célokat. Tünde utcán február végéig elkészül egy olyan projektünk, és a nyírségvíz se véletlenül van itt, hiszen az önkormányzati cégünk is nagyon aktív résztvevője ennek a feladatnak, ahol a víznyomás javul, 12 ezer lakost érint ez, Butykától, Nagyszállásig, Istenneki szőlő, Borbánya, tehát ezzel az ipari park mellett egyébként a jelenlegi lakossági szolgáltatási színvonalat is tudjuk emelni. Mint látható, a Nyíregyházi déli ipari park tervezési folyamatai ütemezetten zajlanak, illeszkedve a fenntarthatósági szempontokhoz is. A fontosabb fázisokról, csak úgy, mint eddig, több kiemelt téma mentén, a következőkben is részletes tájékoztatást adnak, hangzott el a tájékoztatón. A szerdai téma részletes sajtóanyaga pedig elérhető a következő Nyíregyházi naplóban, valamint a nyiregyhaza.hu városi webportálon.
Lezárult a Szájáp Energia Kereskedő Kft. Által meghirdetett ingyenes LED-csere program második köre, amelyre több mint 1600 regisztráció érkezett, osztotta meg a Hírt hivatalos közösségi oldalán dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere. Jelenleg az adatok feldolgozása zajlik, a ledek kiosztása pedig várhatóan 2024 áprilisában történik. Erről értesítő e-mailt küldenek majd valamennyi regisztráltnak, de a helyi médium is tájékozódhatnak a kiosztás pontos menetéről. Örülünk, hogy ebben a körben is sokan meglátták az energia megtakarítás lehetőségét, zárt a bejegyzését dr. Kovács Ferenc. A ményakrák megelőzés európai hete alkalmával hozták nyilvánosságra a WHO Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége állásfoglalását, ami szerint a megbetegedést 194 tagország egyetértésével 2030-ig felszámolható népegészségügyi problémává tennék. A prevenció kapcsán kaptunk tájékoztatást a hazánkban elérhető szűrésekről, melyek az új évben új elemekkel gazdagodtak. Szabadnap és digitális értesítés bevezetését tervezik. Minden esztendőben január 3. hete a ményakrák európai megelőzési hete, melyet közel két évtizede szerveznek meg hazánkban is. 2024-ben éppen ezekben a napokban zajlanak az események, melyek a prevencióra hívják fel a figyelmet. A nőket érintő rosszindulatú daganatok között a nemzetközi statisztika szerint ez a negyedik leggyakoribb megbetegedés és halálok. A népegészségügyi célú szűrővizsgálatokat ezzel együtt három nagy csoportra oszthatjuk, ahol szervezetten zajlik a vizsgálat, fogalmazott a megyei tisztifőorvos. Az egyik a 45-65 év közötti nőknek a mammográfiás, tehát emlőszűrése, amelyet két évente kell végezni, illetve két évente kapnak behívó levelet ezek a nők. A 25-65 év közötti nőknek a ményakrák szűrése, itt három évenkénti meghívó levéllel mehetnek a megelőző szűrővizsgálatra, illetve az 50 és 70 év közötti férfiak és nők vastagbél daganat megelőzési szűrése, ami szintén nagyon jól működik szervezetten, és székletvér kimutatásán alapszik, de természetesen, hogyha pozitív az eredmény, akkor erre is megvan az a lehetőség, hogy hova mehetnek a többi, további szűrővizsgálatra, és ez is megvan szervezve Vármegyénkben. A mammográfiás szűréseket a Nyíregyházi Józsa András Stakkórházban és Máté Szalkán, illetve a vastagbél szűrések kolonoszkópiás vizsgálatait a megyeszékhelyen, valamint a Kisvárdai Kórházban végzik. Folyamatban van annak kidolgozása, hogy az életkori határokat kiterjesszék, bár az egészségügyi tudatosságra hivatkoznak a szakemberek, valamint az európai szűrési protokollra. Kedvező változások is megjelentek az új esztendőben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kidolgozott egy olyan lehetőséglistát, ami segíti a lakosság eljutását ezekre a szűrővizsgálatokra, és engedélyezés alatt van. Az egyik, hogy az úti költség visszatérítést 60%-ról 75%-ra emeljük. A másik pedig, hogy azok a nők, akik ezekre a szűrővizsgálatokra behívót kapnak, és természetesen férfiakról is beszélünk a vastagbél szűrésnél, a munkahelyről aznapra szabad napot kaphassanak. Tehát lehetőség legyen eljutniuk. Valamint akinek ügyfélkapuja van, 2024-ben elindul a digitális behívás, tehát nem papíralapon, hanem az ügyfélkapun keresztül kapják meg az emberek a behívó levelüket. A tüdőszűrés jó ideje kikerült már a kötelező szűrőprogramból, holott a TBC kisebb számban ugyan, de jelen van mai világunkban is. Bizonyos tünetek esetén beutalót adhat a házi orvos, de a foglalkozás egészségügy programjához csatolt a szűrés, legalábbis bizonyos munkakörök esetében. Az orosz-ukrán háború pedig további kifejezett veszélyt jelenthet megyénk lakosaira.
immár 11. évét kezdi meg a Mozdul Nyíregyháza január 29-től. A város 24 különböző pontján több mint 28 féle mozgásforma, összesen heti 43 foglalkozás keretében nyújt majd sportolási lehetőséget. Az eddig is igen gazdag kínálat tovább bővült, és új helyszínként a városi stadion egyes létesítményei is bekapcsolódtak. A rendszeres foglalkozások mellett az első fél év során 6 szabadidős sportos nagy rendezvénnyel várják majd a szervezők a mozogni vágyókat. Imár 11. évét kezdi meg a Mozdul Nyíregyháza január 29-től. Visszatekintve az elmúlt 10 évre, a szervezők számára is sokszor meglepő statisztikai adatok bizonyították, hogy a 2013. november 4-én indított, országosan is egyedülálló önkormányzati programsorozat kezdetektől nagy népszerűségnek örvendett, és hétről hétre egyre több nyíregyházit mozgatott meg. A foglalkozásokon tapasztalt egyre növekvő lakossági igénynek való megfelelés céljából a mozgásprogram folyamatosan bővült, új mozgáselemekkel és új helyszínekkel, így mára szinte a város minden körzetében elérhető valamelyik foglalkozás. A 2023-as jubileumi esztendő pedig nagy sikert aratott. Sikeres 2023-as évet tudhatunk magunk mögött, tehát ez egy jubileumi év volt, és ugye február közepén indultunk csak, de ennek ellenére ugyanúgy hoztuk a több mint 40 ezres aktivitást, mint előtte évben. Ez azt jelenti, hogy átlagosan a foglalkozásainkat 40-50 fő látogatja, vagyis van, ahol mondjuk 20-30-an vannak, de van, ahol meghaladja a 100 főt, illetve nagyon nagy élmény volt szerintem, akik kilátogattak novemberben a Ficőnapra, hiszen ott nem csak a sport volt együtt, hanem az egészséges életmód, és ugye maga az egészségi mérések, szűrések is. A Mozdul Nyíregyháza idén január 29-én indul. A város 24 különböző pontján több mint 28 féle mozgásforma, összesen heti 43 foglalkozás keretében nyújt majd sportolási lehetőséget. A program célja, hogy kortól, nemtől függetlenül mindenki számára biztosítsa az ingyenes mozgás lehetőségét, és a korosztálytól független foglalkozások mellett a gyermekek számára szervezett mozdulyka programok és a délelőtti szenior foglalkozások palettája is egyre csak bővül. Igyekeztünk idén is megújulni, tehát aki megnézi a mozgásrendünket, új arculatunk van, de nem csak arculatban, kívülről újultunk meg, hanem tartalmilag is új foglalkozásokat és új helyszíneket tudtunk beépíteni gyerekeknek elsősorban, hiszen gyerekekkel mindig öröm foglalkozni, és nekik minél több lehetőséget adni, ezért hétvégi programot is beépítettünk most már mozdulykelemként. Apa-fia box várja a gyerekeket szombatonként, ez azt jelenti, hogy nem csak fiúk, hanem lányok is mehetnek a városi stadion a kövívócsarnokába, illetve áprilistól kölyök teniszre. Invitáljuk a nyíregyháziakat, próbálják ki, és lehet, hogy egy későbbi Fucsovics Marci eljut majd a stadion tenisz részébe, illetve újra van családi korink, kiegészülve műkocsolya oktatással, ezt a sportcentrum oktatói végzik, tehát azt gondoljuk, hogy aki eddig is járt foglalkozásainkra, most se hagyja ki, aki még nem kezdte el, érdemes megtalálni, hiszen heti 43 foglalkozásunk van, mi nagyon bízunk benne, hogy mindenki talál egyet, ami tényleg a szívéhez majd közel áll, és itt akár megismerkedik több nyíregyházival, és egy kicsit közösségépítő jelleggel is részt vesz majd a foglalkozásokon. Újabb lépés, hogy szintén január 29-től elérhető a programsorozat saját weboldala, a www.mozdulynyiregyháza.hu oldal, ahol megtalálható a részletes mozgásrend, a foglalkozások leírásával, oktatók és helyszínek megjelölésével. Hornyák Enikő, a Nyíregyházi Önkormányzat sportreferense pedig azt is elárulta, a rendszeres foglalkozások mellett az első fél év során 6 szabadidős sportos nagy rendezvénnyel várják majd a szervezők a mozogni vágyókat. Felfelé ívelő ágban van a térség ingatlan piaca, ezt mutatják a tavaly évvégi, illetve az év elejé adatok. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Parancsnoki mentési gyakorlatot tartott a tűzoltóság a polgármesteri hivatalnál szerda este. Ellenőrizték a tűzcsapokat, az épületekben lévő menekülő útvonalakat és az áramtalanítási lehetőségeket. Koccanásos baleset történt a Korányi Frigyes utcán csütörtök reggel. Feltehetően szabálytalan sávváltás okozta a karambolt. A felek nem tudtak megegyezni a felelősség kérdésében, a helyszínen a rendőrség intézkedett. Személyisérülés nem történt, az anyagi kár jelentős.
Csütörtök délelőtt korlátozták a forgalmat a Debreceni út és a Simai út kereszteződésénél. A nyílségvíz korszerűsítési munkálatokat végez, így további forgalomkorlátozásra számíthatnak a napokban a közlekedők. A Hősök terénél a Zöld Irodaház környezetében a parkoló és a járda szakasz egy részét lezárták. Az épületnél a vakolat hullása miatt a nyírvévé munkatársai emelőkosárból dolgoznak. A hétvégén rendezik az 5.-6. korcsoportos röplabda diákolimpiai döntőt Nyíregyházán. A fiúknál és a lányoknál is 8-8 csapat vesz részt, köztük hazai együttesek is. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több alkalommal rendeztek már diákolimpiai döntőt az elmúlt években. A legnagyobb az összevont labdajáték finálé volt, de röplabdában is volt már házigazda Nyíregyháza. Péntektől vasárnapig két helyszínen, a BEM iskolában és a Continental Arénában tartják az 5.-6. korcsoport döntőjét. Tekintettel arra, hogy a vármegyében valóban több diákolimpiai döntő elődöntő került megrendezésre, egyértelmű volt, hogy megpróbáljuk ezt most is megszerezni, ezt a lehetőséget. A Magyar Diáksport Szövetség tavaly hirdetett pályázatot a döntő megrendezésére, erre mi jelentkeztünk és el is nyertük. A lányoknál és a fiúknál is 8-8 csapat vesz részt. A lányoknál a Vasvári Pál gimnázium képviseli Nyíregyházát. A Vasvári Pál gimnázium remélem, hogy kivonul és szurkol a csapatnak, illetve itt lesznek a szülők, a barátok, a klubedzők és mindenki, aki valamit hozzátesz ehhez az egészhez, mert igazán nagyon sok ember munkája az, hogy ide eljuthatunk, és ott a mérkőzéseken szurkolni fognak, és a lányoknak nem csak a hozzáállása, a szíve, a lelke, mindent bele fognak tenni azért, hogy elérjék a legjobb eredményt. A riválisok között a Vasas, a Békés Csaba és a Szent Benedek játékosai is ott vannak, így nem lesz könnyű dolga a mieinknek, akik közül Földi Boglárka, Farkas Gréta és Tolnai Janka is a Fátum felnőtt csapatának tagja. A fiúknál a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum és Kollégium indul. Most amellett, hogy jó szerepeljünk, szetteket, pontokat, akár győzelmet, bravúr győzelmet hozzunk a döntőről. Mondtam a srácoknak, hogy jó lenne, hogyha meg tudnám magukat mutatni a más edzők, utánpótás edzők előtt is. A mérkőzések pénteken délelőtt kezdődnek és vasárnap kora délutánig tartanak. A döntőket a Continental Arénában rendezik. Híradónk végén nézzük főbb híreinket. Még egyszer, röviden. Mint köztudott, Nyíregyházán egy jelentős gazdaságfejlesztési program zajlik a városvezetői stratégia alapján. A közgyűlés által egyhangulag elfogadott, a beruházásokat ösztönző alapelvek mentén. A világcégeket befogadó ipari park infrastruktúrájának tervezését részletezték azon a sajtótájékoztatón, amelyet szerda délután tartottak a Városháza Bench termében. Az eseményen részt vettek dr. Kovács Ferenc polgármester és Podlovics Roland alpolgármester mellett a tervező Fümterv ZRT és az A-Studio 90 Kft. Konzorcium, valamint a Nyírségvíz ZRT képviselői. Az ipari park fejlesztés első ütemének befejezése 2025 első negyedévében várható. A Méhnyakrák Megelőzés Európai Hete alkalmával hozták nyilvánosságra a WHO Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége állásfoglalását, ami szerint a megbetegedés 194 tagország egyetértésével 2030-ig felszámolható népegészségügyi problémává tennék. A prevenció kapcsán kaptunk tájékoztatást a hazánkban elérhető szűrésekről, melyek az új évben új elemekkel gazdagodtak. Szabadnap és digitális értesítés bevezetését tervezik. Immár 11. évét kezdi meg a Mozdulj Nyíregyháza január 29-től. A város 24 különböző pontján több mint 28 féle mozgásforma, összesen heti 43 foglalkozás keretében nyújt majd sportolási lehetőséget. Az eddig is igen gazdag kínálat tovább bővült, és új helyszínként a Városi Stadion egyes létesítményei is bekapcsolódtak. A rendszeres foglalkozások mellett az első fél év során 6 szabadidősportos nagy rendezvénnyel várják majd a szervezők a mozogni vágyókat. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!